A 2016-os év a kihívások, a megújulások és a változások éve volt. Így foglalta össze az elmúlt évet a három témában Katona Katalin, az Erkel Ferenc Kulturális Központ ügyvezetője, aki hangsúlyozta, mozgalmas évet tudhatnak maguk mögött, az előre eltervezett programok javarészét sikerült tető aláhozni, és a helyszínek események bővítésével tovább tudták erősíteni a város kulturális palettáját. Az Agora programnak köszönhetően 21. századi körülmények között tudják biztosítani a megfelelő működtetést, de ez önmagában nem elegendő, ezért a jól bevált programok mellé szeretnének újakat is elindítani. Nagyon-nagyon szeretnénk a második emelet előterében irodalmi esteket, beszélgetős esteket tervezni, illetve a nyár folyamán, a nyári programok kapcsán nagyon szeretnénk újabb tereket és újabb helyszíneket eszközölni, és szeretnénk bevételes rendezvényeket is. Tehát gondolok itt például templomi hangversenyekre, zárt terekre, zárt kis udvarokra is próbálunk koncepcionálisan bekerülni, és aztán látni fogjuk a elfogadását, hogy hogyan fogadják az emberek. Az Almási kastély indulása óta a tervezetnél jobban teljesített, hiszen az üzleti tervben előirányzott 39 ezres vendégszámot jelentősen sikerült túlszárnyalni, hiszen december 31-ig több mint 75 ezer látogatója volt a kastélynak, és ugyanennyien váltottak jegyet a várba. A folytatásban több olyan lehetőséget szeretnének kiaknázni, ami tovább növelhetné az érdeklődést. A különleges tárlatvezetéseknél bizonyos szakmai témákat helyezünk előtérbe, ugye nálunk található Magyarországon a nemzeti illat, az egyedülálló parfüm, például a parfümök világa, vagy a női szépségápolás világa, és természetesen a férfiakra is fogunk gondolni, kártyához kötődő vezetés. Tehát ami egy kicsit azt a kort idézi, amit én említenék, gyönyörű tereink vannak, a kávézó, ahol üzleti megbeszélés, családi programokat lehet szervezni, elindult, ezt szeretnénk egy kicsit megerősíteni, és hát van egy gyönyörű reggeliző terasza a kastélynak, amihez szeretnénk programokat szervezni, tehát szeretnénk, ha az a város életének fontos része lenne. A kastély és a vár mellett tovább szeretnék erősíteni a Ladics ház, a Kohán képtár látogatottságát. A képtárban bár 20%-os emelkedés volt, ez még mindig elmarad attól a számtól, ami ideális lenne. Továbbra is nagy hangsúlyt kapnak a nyári nagy rendezvények, melyeket mindig jelentős érdeklődés övez. Az ügyvezetők hangsúlyozták, szeretnék, ha 2017-ben valamelyest emelkedne a múzeumokba és a rendezvényekre érkezők száma.